Hello, szavaztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Na hát, mai napon belenézünk az Immortal Redneck című játékba, ami egy FPS játék. És pont a napokban, hát jelen felvétel napján láttam az infót, hogy GOG-on ingyen osztogatják, tehát teljesen ingyen volt, de ez nem demo, hanem ugye teljes verzió, fullos teljes verzió. Úgyhogy megpróbálom ezt a videót minél hamarabb kirakni. Hogyha YouTube is úgy akarja, akkor talán holnap, a szombati napon már láthatjátok, és akkor nagy valószínűséggel akkor még mindig élni fog ez az akció, és ha valamelyikötöket érdekli, akkor az még be tud húzni egy ingyen példányt, tehát GOG-on ezt ingyen adják jelen felvétel készítése pillanatában. Úgyhogy hát ez egy nagyon érdekes FPS. A hivatalos leírás, tehát a Steam adatlapon azt hiszem, nem is tudom mit írtam, roguelike, vagy nem tudom, nem is tudom ez mit jelent, mindegy. Ma látni fogjátok, hogy az a lényeg, hogy van három piramis, és minden piramis tetejére fel kell küzdened magad, csak hogy ez elég nehéz játék abban a szempontból, hogy nincs mentés. Tehát, hogyha valahol meghalsz, akkor előről kell kezdeni a piramist. Illetve a játék folyamán nagyon-nagyon ritkán van életerő növelő. Mindenfajta extrát az ellenfelet dobnak, de életerőt nagyon ritkán, úgyhogy majd látni fogjátok. Most minden esetre nyomok egy új mentést. Igen, már beletoltam szűk 2 órát, és nekem megtetszett igazából. Nem tudom miért, valamiért nekem bejött. Na, úgyhogy gondoltam, hogy szűk 2 óra gameplay után szerintem ez a játék bőven megérdemli, hogy helye legyen a csatornán, ha több nem is, de legalább egy videó erejéig. Aztán, ha az, hogy lesz a folytatás, azt majd ti eldöntitek, hogyha lesz a néző igény, akkor nem látom akadályát. Na, de nézzük is meg az intrót, hogy egyáltalán miről szól. Csak. Igen. Így. Aha, új játék. Így van. Igen, írja is a játék, hogy minden halál megerősít. Mármint megerősíti a játékos. Nos! Leellenőrzöm, hogy minden beállítást elmentettem, mert most új profilt állítottam be, de hogy remélem, hogy a beállításokat egy az egyben átvette. Nagyon-nagyon remélem. Igen, igen. Gyakorlatilag a grafika, amit láthatjátok, teljesen maximumon van, minden ki van maxolva, de értelemszerűen a kép roncsoló, undorító post-process effektek, mint a Vignette Chromatic Aberration és Film Grain, azt ki van kapcsolva. Hála a jó Istennek, a fejlesztő lehetőséget adott a menüben, hogy ezeket a játékos kikapcsolja, úgyhogy ezért már piros pont jár. Sajnos ilyen világot élünk, hogy ezért meg kell dicsérni a fejlesztőt, miközben minden játékban ennek alapnak kéne lennie. Na mindegy. Zó, oké. Tehát, igen, ugye itt a fő karakter. Itt vannak a statisztikák, és akkor van egy aktív képesség, ami ennél a karakternél később majd lehet azt is változtatni. Ennél a karakternél ugye az aktív képesség megnöveli a tűzgyorsaságot, illetve a passzív képesség, ami ugye automatikusan működik, ugye növeli a muníció mennyiséget. Mindkettő igazából hasznos dolog, de később majd lesznek hasznosabbak. Oké. Most itt a legeslegeső pálya értelemszerűen az oktató rész, a tutorial, de azért ezt is gyors megmutatom, hogy értsétek, hogy később miért történik. És a vázakat, minden vázat szét lehet törni, nem kell lőni, elég, ha csak rámész. Látod? És széttörnek. Viszont
nincs értelme ezeket széttörni, mert egyik vázában sincs semmi. Egyikbe se. Úgyhogy... Igen, Space-szel ugye lehet ugrani. Teljesen alap FPS irányítása van. Shift-tel lehet sprintelni. Automatikusan fölkapaszkodik a karakter itt a szegélyeken, látod? Így. És akkor itt mutatja, hogy igen, nyilván balegére kell lőni, FPS-ben kihitte volna, ugye jön az első ellenfél, ezt azért még itt felvesszük. Szavasz. És... Igen, egyébként jobb felső sarokban nem fogjátok látni, de most röviden tömören, rövid ideig, nézzétek csak, a jobb felső sarokban a játék csak azt mutatja, hogy milyen fegyvereid vannak, és jelenleg melyiket használod. Ennyi, de szerintem... Hát úgy döntöttem, hogy odarakom az arckamerát, mert szerintem az a legkevésbé lényeges információ a négy sarok közül. És középre meg nem akarok arckamerát rakni, mert az olyan bután néz ki szerintem. Így van, ha a jobb egeret lenyomva tartja az ember, akkor aktiválja az aktív képességet, ugye jelen karakter esetében a megnövelt tűzgyorsaság. És az egér görgővel, ez a húsi darab, ez az élettöltő, de hát már maximumon vagyunk. Így ne. Tehát igazából ennyi az oktató mód. Igazából egyszerű FPS, tehát nincs semmilyen bonyolult dolog benne. Na de most kezdődik el igazán a buli. Első szint. Na most úgy működik. Igen, ugye lent jobb oldalon ugye írja a muníció mennyiséget, ott a tárnak az ikonja, és mellette ugye a két kezecske az azt mutatja, hogy az aktív képesség rendelkezésre áll-e. Ez folyamatosan, ha elhasználod, ez folyamatosan feltöltődik. Idő után feltöltődik. Nincs semmihez kötve, akkor is feltöltődik, ha nem csinálsz semmit. Úgyhogy ez így szerintem az abszolút legjobb. Zó, és akkor igazából az a lényeg, tehát a piramisokban vannak szintek. Nyilván minden szinten egyre erősebbek az ellenfelek. És minden szinten vannak ilyen ajtók, és az a lényeg, hogy egyrészt, hogy minden szinten értelemszerűen meg kell találni a kijáratot, ahogy előbb láthattátok, ilyen torony, ilyen lépcső a kijárat minden szintnél. De hogy odáig nem feltétlen egyszerű eljutni, sok piros ajtó van, tehát ahol, ami felett piros fény van, azokat úgy kell feloldani, hogy a többi teremben, az ilyen zöld termekben, ahova be lehet menni, az összes ellenfelet egyszerűen meg kell ölni. És ha ki van pucolva az adott terem, minden terem valamit felold. Hogyha az adott teremben kipucolod az összes ellenfelet, az valahol valamelyik ajtót feloldja. Igazából röviden tömören ennyi az egész, és amit mondtam, az ellenfelek dobnak gyakorlatilag mondhatni mindent, tehát a pénzt, muníciót és életerőt. Pénzt dobnak a leggyakrabban, ami nagyon-nagyon fontos, láthatod bal felső sarokban a minitérkép alatt, jelenleg 170 pénzem van. Érdemes a játékban az összes pénzt összegyűjteni, felszedni, mert a játék úgy működik, hogyha meghalsz, akkor az kikerülsz egy külső hub világba, de minden fegyvert, mindenedet megtarthatod, a pénzt is megtartod a halálkor, és az addig összegyűjtött pénz mennyiséget el lehet költeni fejlesztésekre. Ezért érdemes minél több pénzt gyűjteni. Na most! Ugye pénzt dobnak az ellenfelek a leggyakrabban,
Egy picit ritkábban adnak lőszert, a lőszer is kicsit azért arra is nagyon-nagyon vigyázni, meg figyelni kell, mert ez nem egy szériusz szemjáték, itt nem lehet ész nélkül lövöldözni, be kell osztani, mert én már kerültem a helyzetbe, hogy ilyen egy-két lőszerem maradt, aztán, já. Úgyhogy, hogyha valamelyik ellenfél lőszer dob, az mindenképp érdemes felszedni, illetve a legritkább az az életerő. Nagyon-nagyon ritkán dobnak életerőt az ellenfelek, ezért is olyan nagyon nehéz a játék, mert ha meghalsz, előről kell kezdeni. Zó, úgyhogy ezeket fontosnak tartottam elmagyarázni, hogy hogyan működik, mert a harc hevében én ezeket egész biztos, hogy elfelejtettem volna elmesélni. Oké. Itt az első terem, amit ki kell pucoljunk. Ah, igen, van sörétes, igen. Az a másik fegyver. Na gyere. Ez az. Igen, alapból mutatja már az ellenfeleket falon keresztül. Ugye shift-tel lehet futni, és akkor nekünk föl kéne jutni. Hát az... ennyi az egész. Annyi, hogyha kifogy a fegyver, a tár kifogy, akkor ne felejtsd el megnyomni az R betűt, az újratöltés, mert csak akkor tölti újra, hogyha újra akarsz lőni, és nincs a tárban lőszer, úgyhogy erre is figyelni kell. Aha, és vannak ilyen tekercsek, ezek mind-mind passzív képességek. Szerintem a minimap. Ez most konkrétan megmutatja a minimappon az összes ellenfelet. Sokféle ilyen passzív képesség van. Szerintem ez is jó döntés volt a fejlesztők része, hogy ezek mind passzív képességek. Legalábbis ez számomra előnyös, mert én az aktív képességeket minden játékban elfelejtem használni. Az még nem kell. Látod? Ciao. Hát ez HP lett volna, de az már maxon van. És ez a hang jelezte, hogy ez a terem, ez ki van pucolva. Úgyhogy mehetünk is tovább. A játék amúgy technikai szempontból abszolút kiváló, sőt példaértékű, fantasztikusan jól van optimalizálva, és amint mutattam is, ugye a fejlesztő elérhetővé tette a kikapcsolhatóvá tette az összes lényeges post-process szűrőt. Egyébként Unity 5 motort használ, ugyanazt a Unity verziót, mint a Forest első része. Au, ezt benéztem. Ó, de túróba vagytok ilyen sokan. Kus! És a igen, ez tipikus is jellemző rám, hogy mindig a legrosszabbkor fogyok ki. És amint mondtam, ugye nem tölti újra automatikusan, hogy te kifogysz. Úgyhogy... a szempontból, hogy... hát igen, az sajnos lent volt a trutyiban a legértékesebb dolog, hát... azt nem tudtam felszedni, mert akkor meghaltam volna, hogyha lemegyek a zöld trutyiba. Ez szerencsétlen drop volt. Teljesen véletlenszerűen dobálja a játék ezeket a dolgokat, tehát muníciót, életerő, stb. Hát néha sajnos szerencsétlenül dobja őket, de... tényleg viszonylag ritka. Illetve a
ezek a termek is teljesen véletlenszerűen generáltak. Nyilván vannak előre elkészített térképek, de az, hogy az adott szinten melyiket hova rakja, ez... Nehogy már az első szinten meghalok. Az igen. Hát most... Igen, most prezentálta a játék, amikor először próbáltam, teljesen más pályákat dobott be az első szinten. Tehát nem fix, teljesen véletlenszerűen, automatikusan generálja a pályákat, a szinteket. Úgyhogy ezek teljesen újak voltak. Most sokkal-sokkal nehezebbeket kaptam. És akkor itt most... most láthatjátok is élőben, milyen az, amikor meghal a játékos. Tehát 340 aranyat gyűjtöttem össze, hát ez lepkefing, sajnos nagyon hamar meghalt, sokkal hamarabb, mint amire számítottam, mert reméltem, hogy legalább a második szintig eljutok, de hát most sajnos olyan termeket és olyan enemy placementet csinált a játék, hogy... hogy... Já, esélyem nem volt. Oké, ezt itt megveszem. 51... Igen, ugye, hogy egy képességet kifejlesztesz, lehet látni, hogy mennyit lehet rá fejleszteni, és minden fejlesztés egyre drágább és drágább. Én most veszek erősebb támadást, ebből még egyet. Maradt 85 pénz. Még egy nagyon fontos dolog, hogyha visszamész a piramisba, akkor a piramis bejáratánál a játék az összes megmaradt pénzedet elveszi. Ezért érdemes itt a képességfánál lehetőleg amennyit csak tudsz az összes pénzt elkölteni, hogy ne vesszen kárba. 85. Mit tudok 85-ből venni? Hát nem sokat. Egy ilyet és kész. 21 pénzt el fogok... hát ezt ki fogom dobni sajnos. Zó. Így van. Hát örültem volna, hogyha kicsit tovább jutok. És itt majd később, hogyha... sikerül majd feloldani többet, itt lehet majd másik karaktert választani. Nyilván minden karakternek mások az aktív képességei, meg a passzív képességei. Majd később lehet feloldani ilyen boltot. És akkor itt van a három piramis, ugye? 1, 2, 3. A középsőt kell először megcsinálni. Nem tudom hány szint van, ha tippelem kéne talán 5 vagy 6, talán. Igen, és ha azt tervezed, hogy megpróbálsz elmenni, sőt, először megmutatom, hogy mi történik, ha megpróbálsz egy másikba menni, ez még le van zárva, tehát ugye mutatja is, hogy csak ott kék, csak az egy piramis kék, tehát csak abba lehet bemenni, illetve ha megpróbálsz elmenni másfele, akkor a játék csinál egy nagy szélvihart, egy nagy homokvihart, és... Get your ass in there and you'll turn up in Munchkinland. Igen. Nem lehet elmenni sehova. Úgymond be vagyunk zárva erre a helyre. Na, próbáljuk meg még egyszer. Hát, itt most írja is, hogy... Fucking taxes. Just like the Fed fucking government. Átkozott adók. Hát igen. Not bad for a mummy trailer park. Még itt is adókat kell fizetni. Na, talán most egy picit jobban fog menni, bár ennél a játéknál tényleg nem lehet tudni. Tehát az előbb pont úgy gondolt a játék, hogy nagyon-nagyon szemét lesz és nehéz pályákat dob be. Ja, hogy rögtön erős ellenfeleket adunk. Nein! Oké, ez one hit kill volt, azt hiszem. Ciao. Hagyj el! Jó, most lőtte egyet. Scheisse! Megvagy. És ha az ellenfelet dobnak valamit, akár pénzt, életerőt, lőszert,
minél gyorsabban fel kell szedni, mert csak néhány másodpercig van ott. Elég gyorsan eltűnnek, úgyhogy nem szabad túl sokat tökölni. Na, mehetünk tovább. Hello, mi? Felejtsd el. Lőszer, a kék. Az a kék cucc, amit az előbb felvettem, az lőszer volt. Békák. Igen, lent vannak békák. És van dinamitunk is egyébként, ez a békák ellen teljesen jó lesz. Itt a következő sifra le. Kundschafter, zeig die Karte der Pyramide. Oh. Oké, na ezt a képességet még nem kaptam meg. Ezek a tekercsek is, ezek a passzív képességű tekercsek, ezek is mind-mind randomizálva vannak, mind véletlenszerűen dobja ezeket a játék. Ezt például még egyszer sem dobta ki nekem, de most már látjuk, hogy... Na, várjál csak! Vesz? Hé? Ha jól értelmezem... Nem teljesen egyértelmű a második szintnek a bejárata. Ja igen! Még egy dolog. Ahhoz, hogy tovább menj a következő szintre, nem biztos, hogy az összes termet ki kell pucolni. Hogyha gyorsan, hamar megtalálod a feljáratot, akkor szerencséd van. Ugyan mondtam, a pályákat, az ellenfeleket, a droppokat mind-mind véletlenszerűen generálja a játék. Itt lesz a kijárat? Csakhogy... Ugye nem biztos, hogy megéri rögtön a második szintre menni, hiszen akkor nem lesz pénzed, és hát... igen. Shit! És ugye fejlesztések biztosan kelleni fognak majd a boss fightokhoz. Aha, hát ez nem az, amire én gondoltam. Ha egy teremben vannak ellenfelek, azt egy fent a képernyő közepén a csíkkal jelzi, hogy mennyi van még. És ez itt mi egyéb? Feddamt. Igen, van egy minimális platforming része a játéknak, de az nem vészes. Szerintem itt még fönn nem jártam, bár nem vagyok benne biztos. Oh! Du kannst die nächsten Schriften ablehnen. Jó, a következő tekercseket már... hát vissza tudom utasítani igazából, tehát... Mert ugye felszedsz egyet, azt automatikusan használja, beaktiválja a játék, de ez most egy olyan sifra le volt, hogy nem fogja azokat automatikusan már beaktiválni. Jó, itt volt egy ilyen extra fönn. Ja igen, full damage nincsen. Bármilyen magasról lezutyanhatsz. Most nekem a térkép nem teljesen egyértelmű, ott írja a zweite Stocktür, tehát hogy melyik a feljárat. Hát nekem az a aprócska jelmagyarázatot, hát szerintem az rohadtul nem egyértelmű. Na mindegy. Megyek amerre tudok. Hello?
Nein! Double kill! Aha! Szennyezett waffengenauigkeit. Ha hülye vagy! Ha biztosan nem! Ha csökkentette volna a fegyver pontosságot. Itt még negatív kihatású izék is vannak. Papírok. Papírok. Ez itt ajtó? Ez itt ajtó? Guten Tag! Ogot! Utáltam ezt a termet. Vannak ilyen fura ellenfelek is. És jönnek a itteni Lost Soul-ok. Ciao. Scheiße. Az elsőm. Igen, amikor legutóbb ebben a teremben voltam, már lehet, hogy most is arra lesz, minden, szinte minden ilyen platformon volt ellenfél, most szerintem fölfele kell másszunk. Csak amikor legutóbb itt voltam, akkor már volt rakétavetőm is, mert hogy van rakétavető is a játékban. Belefért. Fogjuk le, aha, vannak még ketten. Na! Hát az nem volt túl szép, mert fél életem lement, úgyhogy ez elég rossz húzás volt. Következőnél óvatosabbnak kell lennem. Jaj, a lézeres! Jaj, a lézeres! Nem jó? Jól bírod! Életerőt nyilván nem ad egyik sem, mert miért is? Hát igen, azt ugye mondtam, hogy életerő nagyon, de nagyon-nagyon ritkán ad a játék. És ha ad, az is csak 15-öt gyógyít, úgyhogy... Ezért vagyok most nagyon nagy kakiban, nagyon nagy... itt van! Aha! Tehát ez a lila lépcső jelzi a más... Oké. Itt tudunk tovább jutni, csak hogy... Én mondtam, minden szinten erősebbek lesznek az ellenfelek, úgyhogy... meglátjuk. Igen, második szint. Az ellenfelek életerejét 10%-kal megnövelik, és a támadásaik is 20%-kal erősebbek. Wunderbar. Hát nem sok. Köszi! Ez most nagyon jól jött. Ezt hogy utálom. A kis kék izével vigyázni kell, mert rengeteg zöld projektilt lő ki magában, nagyon-nagyon sokat. De iszonyatosan sebeznek.
Egyébként a zenék is tök jók a játékban. Nekem azok is tetszenek. Mint egy falat kenyér. És itt vagyunk a hub világban. Kérdés az, hogy hol nem jártam még. Hát itt még biztosan nem jártam. Igen, ezekkel vigyázni kell. Valami meglőtt. Remek. Nyilván egyik sem dob semmit, tehát ez... szavasz. Ez sem dobok semmit. Amúgy ráadásul egész pofásan is néz ki amúgy szerintem a játék. Ne. Ősz, hát életet nehogy adjál. Mert azon megsértődnék. Itt a térkép segít, hogy hol nem jártál még. Itt egyértelműen jelzi. Szerencsére azt azért, hogy... Uha! Wow! Ki volt ez? Nyugodjál meg! Az iskolálat. Aha. Ez mellé ment. Igen, hát a dinamit kifogyott. Okay. Amúgy tényleg gyönyörűen megy a játék. Technikai szempontból lenyűgöző egyszerűen. Fantasztikusan jól optimalizálták. Ha! Nem jó. Ez nagyon nem jó. Igen, nagyon-nagyon könnyű itt elvérezni. Látjátok, most már szerintem látjátok, hogy miért rohadt nehéz ez a játék. Mert gyakorlatilag soha nem, majdhogy nem, soha nem dob életet, és iszonyatosan könnyű megsérülni benne. Mert hát gyors is. És mondom, nem csak a termeket, hanem az enemy placementet is teljesen véletlenszerűen csinálja a játék. Úgyhogy sosincs két egyforma nekifutás, mondhatni. Emiatt ugye azzal nem esz semmire az ember, hogy megjegyzi, hogy milyen volt az előző próbálkozás, mert a következő biztosan nem olyan lesz. Úristen. Nem már!
Hújj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 j
Nyilván itt... Csapdát raktak a padlóra. Nem elég, hogy az ellenfelekkel kell foglalkozni, és hogy megpróbálni az összes projektig kikerülni, még csapda is van a padlón egyébként. Ugye, köszönjük szépen, tehát a... ezek a fejlesztők, ennek a fejlesztőknek sem kellett átmenni a szomszédba a szemétségért. Elég sokszor... 1218. A rekordom egyébként a 3-as szint volt. Hát tudunk venni mondjuk plusz HP-t. De én vennék egyszer ilyet. Ilyet. Száz... Hát akkor csak ezt tudom megvenni. Így. Jó. 18 pénz sajnos ki kell dobni. Na, még egy próbálkozás, gyerünk! Még egyet! Főleg amiatt, mert a játék eddig még nem dobott plusz fegyvert. Már pedig a játékban elég sok fegyver van, és eddig még csak az alap 3-at láttátok, és szeretnék további fegyvereket bemutatni. De a játék egyelőre nem úgy randomizálja a dolgokat. Remélem, hogy talán ezúttal... Na! Jó, felvettem. Basszus! Nézd, hogy elbújt a kis köcsög. Jó? Köszi! Hát, amikor összes ellenfél elfogy az adott teremben, akkor az a csík fönt eltűnik. Egyáltalán bánom, hogy megint meghalok, csak tudjak új fegyvert mutatni. Remélem, addig eljutok. Az hülye! Azaz. Na légy köcsög, légy szíves! Úgy. Wow! Lent is vannak. Ezek nyilván nem dobnak semmit. Lent még láttam valakit. Aha. Ciao. Fönt van még egy olyan. Nem? Azaz. Mondom, a vázakat felesleges összetört, bár... Ezt az egy dolgot nem értem, hogy...
rengeteg brutál sok vázát raktak a játékban, mindegyiket úgy csinálták meg, hogy széttörhetőek legyenek, és nem raknak belőlük semmit. Tehát, hogy így nem tudom, hogy nem teljesen értem így az értelmét, hogy szét lehet ezeket törni. Mindegy. Szerintem jobb lett volna, hogyha néhány vázában azt is így véletlenszerűen generálva valamelyikben lenne hasznos dolog, akár lőszer, pénz vagy életerő. Szerintem az úgy sokkal-sokkal korrektebb lett volna, meg akkor lenne értelme szétszedni az összeset. Oké. Valamit kinyitottunk. Várjál, honnan jöttem? Kezdjük ott. Onnan, ugye? Onnan föntről. Most az a kérdés, hogy hol nyitottam ki ajtót? Valahol, ugye kinyitottam. Ja, várjál, nézzünk el erre. Én itt kezdtem? Ez a kezdőhely? Start, aha, igen. Remek. Visszaértem a kezdőpontra. Nem baj, itt még van néhány ajtó. Na tessék, oda nézzé! Mi? Már megint békák. Hát ebben a teremben már voltunk az előbb is, de hát... nem jelent semmit. Hogy utálom a kretyókat ebben a játékban. Itt az ideje kis dinamitnak akkor. Basszus. Az egyik szerintem beragadt. Előfordul a legjobbakkal is. Ez a zene is szerintem tök jó egyébként. Oké. Mi? Ez mászni volt, hogy nem találtál. Aha. Ah. Nem így. Ha-ha! Az meg lement oda. Gyere vissza! Az elsőt hogy lőttem mellé? Hello? Oké. Na basszus! Ezt most nem mondod!
Ez az! Néha kell egy kis szerencse is a random generátortól, hogy jól menjen. Jó. Hello. Ciao. Ciao. Lőszar. Hagyd abba. Ciao. Élet? Egyelőre még... Abá... De, most már kell. Hagyd... Hagyd abba! Öjj! Schlaut Waffenladen automatisch nach, wenn sie nicht aktiv sind. Na ez viszont jó! Ez jó! Azt a fegyvert, a játék automatikusan újra tölti azt a fegyvert, amit éppen nem használok. És itt a következő szintre a lépcső. Második szint. Ugye itt már erősebbek az ellenfelek és a támadásaik is. Igen, a második szintre mindig ezt a kezdő termet dobja be. Ez, igen, nagyon bizalomgerjesztő, annyira gyönyörűen, vagy simán megy a kamera, gyönyörű egyszerűen, mondom, a technikai implementáció az csillagos ötös, 10/10, gyönyörűen fut a játék, így kell használni a Unity-t. Aha, jó. Akkor fölfelé megy a téma. Aha, igen. 1, 2, 3. Igazából mindegy. Bárhol bármi lehet. Oké, ez a ter... Na, ez nekem még új. Ezt még nem láttam. Ez... Ogot. Ő veszélyes. Neki rakétája van. Volt. Köszike. Van még, aha. Jó, hallottam, hogy van még egy rakétás köcsög. Ott fönt van még egy olyan másik köcsög. Jó a buli, csak túl sok a köcsög. Ez hiba volt részemről. Basszus. Ez a terem, igen, most töltött föl. Látod, egész eddig elfelejtettem használni az aktív képességemet. Miközben csak egyetlen egy van, de... Hát én ilyen vagyok, én FPS-ekben mindig elfelejtem használni az aktív képességeket, soha nem használom. Valahogy mindig elfelejtem ennyit, tehát nem gondolok rá egyszerűen. Hát itt nincs semmi más, ahogy látom. Érdekes ez a terem. Oké. Okay. Innen jövök, ugye? Várja. Igen. Jó, oké. Okay. Akkor, aha, van még kettő ilyen ajtó. Hello. Ciao. Kap be! Az úgy! Köszike! Ne légy hülye! Azaz! Ez eltűnt a szemem előtt. Ez a terem szerintem egész jól ment. Na nézz. Na.
Hello? Ah, igen, itt ez a varázslós köcsög. Ciao. Ciao. Ez kell! Hát ez csodálatos volt. Ez is. Hallod? Miért van 100 000 milliárd életed, haver? Kicsit ügyesebben kellett ezt... Na várjál, most visszajöttem ide. Nem volt egy másik ajtó. Na, ott még nem jártunk. Hűha. Fogyóban van a soti. Ciao. Jó, az ott kinyílt. Nem csak a soti, hanem minden más is. Csokolom. Hajná. Ugyan erősebbek itt az ellenfelek, de ugye én is növeltem a sebzésemet. Scheiße! Kírja CRT, az a kritikát jelenti. Köszi! Látod? Ezek egy az egyben Lost Soul-ok. A Doom-ból. Elvis... Úgy néznek ki, még úgy is viselkednek, úgyhogy Lost Soul-ok. Elveszett lelkek. Föl kell menni. Ó, igen, itt már voltunk egyszer, ha emlékeztek. Itt veszítettem el a HP-n felét. Ez az! Már egy picit jobb a helyzet, ott van, uha, oké, okay. Aha. Kritikus volt. Francia kulcs. Kösz! Kösz! Ez a pálya nagyon nehéz. Pont emiatt, mert mire az ember feljön ide, addigra szétszedik. Főleg ez a varázsló, ami 100 000 millió izét lő ki. Ilyen fekete golyószart. Ez egy nagyon szemét terem.
sosem tudtam sérülés nélkül megcsinálni, de hát most elég közel vagyunk a halálhoz, de hát... Igen, és ha bemész egy terembe, nem mehetsz ki, amíg meg nem ölsz mindenki. Tehát ilyen aréna hátán mondhatni. Most úgyis meg fogok halni. Ez 20 HP, ez lepkefing. Várja, hol... Új, sokkal több ajtó van. Húha, hol nem jár... Itt még nem jártam, az egész biztos. Hello? Nem már! Tizenhét HP? Megint a békák. Érdekes lesz 17 HP-val. Itt sem jártam még. Na, ezt nem ismerem. Ez hülye. Hú, azt hittem, itt most biztos voltam benne, hogy végem van. Jézus szentséges úristen. Já, oké. Hát itt... Oh, hello. Itt nem sok minden volt. Ez a kezdőpont. Álljál csak. Itt már jártam. Igen. Itt már jártam. Itt is jártam. És itt is jártam. Oké. Uha. Nem. Nem! Nem! Ott volt megint mögöttem, vagy mellettem. Nem figyeltem arra. Látod? Piramis felé így sem jutottam el. Igen. Hát ilyet. De gyűjtöttem 1400 pénzt, úgyhogy a következő hát próbálkozást ugye már lehet, hogy az már picit jobban menne, mert ugye tudok venni még több fejlesztést, mit tudom én. Tudok venni még több HP-t. Lehet, hogy még a sebzés kéne még feljebb nyomni, nem? 1, 2, 3, 4. Maradt 300 pénz. 200,
215, 154. 146 pénzből tudok venni valamit? Semmit. Semmit? Ezt most nem mondod, hogy előbb megnézhettem volna. Remek, hát ez csodálatos minden szempontból. 146 pénzt ki kell dobjak a kukába. Mert kettő hiányzik, és akkor tudnék venni még egy fejlesztést. Mondjuk ezt itt, vagy akár ezt. Na mindegy. Hát ilyet. És még mindig nem dobott harmadik új fegyvert. Elképesztő egyszerűen. Most nem tudom a játék miért fukarkodik a fegyverekkel. Az első próbálkozásomnál, amikor videón kívül először próbáltam a játékot, elég sok fegyvert adott. Elég sűrűn adta őket. Úgyhogy, hát sokat, hát legalább egy... Ezeken kívül, ami jelenleg itt van, ezeken kívül olyan 8-10 más fegyvert ki tudtam még próbálni. Tehát igen, azért úgy volt néhány fegyver. Most miért nem ad egyet sem? Ezt nem tudom. Sajnos most így jött ki a random generátornál. Ez nem igaz. Az a baj ezeknél a tízes izéknél nem lehet tudni, hogy pontosan hova fogják lőni. Olyan sokáig várnak. Lava gift shard... Jaj, ez, na ez jó! Ez jó. A láva és a mérgező cucc, ez a zöld rutyi... Hát nem sebez, tehát nyugodtan rá lehet menni. Na ez viszont egy hasznos dolog. Ezt még nem kaptam meg, de egy másik fegyvernek azért örülnék. És csak ha ide lemegyek... Látod? Nem sebződök. Na, ki és hol maradt ki? Ja, te vagy itten, oké, jó. Nem! Ajj. Na, ezek a kis kék izék azért veszélyesek, mert rengeteg ilyen zöld bogyót köpnek, vagy nem is tudom mit csinálnak. Jó, hol oldottam fel a következő ajtó? Itt fel nincs ajtó. Ott nézd csak! Nein! Menj le! Átlag! Wow! Man, did you see that shot? Hello? Wow! Nyugodjunk meg! Erről van szó! És életet kaptam, a legértékesebb! Amúgy az ilyen gyorsabb, pörgős FPS-eknél csak azt az egyet sajnálom, hogy a játékosok túlnyomó többsége ugye átrohan az összes pályán, hát és jogosan, mert ugye pörgésre van kiegyezve, tempós. És ugye sok level designer munkája gyakorlatilag ugye a pályakészítőknek nem kevés időkbe telik egy akár csak egy ilyen termet megcsinálni.
És ilyen itt van pár másodpercig a játékos, azt annyi, tehát így... Oh! Ez a kezdő... Igen, igen, ott a kapu. Ott voltam. Na várjál, akkor viszont... Ja, csak sima lépcsőt ér, aha. Aha. Akkor... Arra. Itt még nem voltunk. Aha. A varázsló. Ciao. Mr. Wayne, erhődi folyarát a deine Waffen. Alapból megnöveli a tűzgyorsaságot. Mondjuk egy picit fölösleges abban a szempontból, hogy ez az aktív képesség. De ha alapból gyorsabb, az sem olyan nagy gond szerintem. Hello? Aha, bizony, ez most egyértelműen gyorsabb. Köszi! Hol nem jártunk még? Csokolom! Hello? Tudod mit? Ó! Oh! Igen, a dinamit is erősebb lett. Ugye 10-esre húztam föl a damagét, a sebzést. Ott vagytok len. Bum! Szavasz. Azt hittem az összes meddöglik, hogyha rádobom. Na mindegy. Hello! Elértem a maximális lőszer mennyiséget. Viszont... kicsit azért az is kár, hogy van felső limit. Azt is eltöröltem volna, ha már... ez is randomizálva van. Ha a játékosnak van egy pici szerencsége, akkor hadd kapjon már egy picit több lőszert. Nem. El. Ciao. Basszus. Mellé. Ez is. Ez már nem.
Szavasz! Ciao. És ez ki is nyílt. Ez visszahoz ide. Ne csak. Ha én... Észak fele kellene menni, van egy ajtó, ahol még... Aha, na, ja, csak... Elméletileg... Ujjaj! Az újratöltés is gyorsabb, aha! Ez a tekercsakor nagyon-nagyon jó. Hello! Hogy a rohadás vigyen el! Double kill! Aha, csak szeretnéd! Csak szeretnéd! Padamt! Az egyik megvan! Erhöhe die Munitionskapazität deiner Waffen! Ez az! Ahogy a pár perccel ezelőtt mondtam, és megnövelte a muníciókapacitást, erről van szó. Ó, igen. Ez is kellett, mint egy falat kenyér, de még mindig nem kaptam új fegyvert! Miért csinálja ezt a játék? Most abban miért nem? So, der dritte. Erreiche die Kiste. Érd el a ládát. Feltételezem, az a láda ott van legfelül. Ez a terem is számomra teljesen új. Egyértelmű a platforming. Csak most azt nem tudom, hogy ezek a platform elemek... ezek leesnek-e, ha rájuk megyek. Nem! Nagyon helyes! Nagyon helyes! Várjál már! Kicsit beakadt a buksia. Ó, achievement, GOG achievement. Pro skills, complete a skill room. Shield, erhöht fel tidigung. Növeli a védekező. Na ez sem rossz, ezt is elfogadom. Ó, na végre köszönöm egy új fegyver. Igen, én úgy állítottam be a játékot, ezt is be lehet állítani, mert alapértelmezetten úgy volt beállítva, hogy hogyha dob egy ilyet, ha van egy új fegyver, azt automatikusan felveszi. Én viszont ezt kikapcsoltam, mert kerültem emiatt már hátrányos helyzetbe. Úgyhogy ezt a pisztolyt fogja lecserélni. Tesla coil. Igen, ez egy Tesla fegyver, ez egy elektromos fegyver. Megmutatom ezt is működés közben mindjárt.
Na most... azt viszont hirtelen nem tudom, hogy ha fölveszünk egy új tekercset, akkor a régit kikapcsolja, vagy az összes együtt párhuzamosan aktív. Szerintem felülírja amúgy a régit, tehát szerintem most már nem szabadna beleesnem a lávába. És itt a régi fegyver, bár most ehhez jó sok lőszer van, de mindegy, meg szeretnék mutatni egy új fegyvert, ach du heilige. Hújjújjúj. Ezt a termet kipucoltam, igen, itt voltunk az előbb. Vát. Van egy másik ajtó, nézd csak, ott. És akkor most... Hogy? Wow! Mert ugye ez tök jó lenne, hogyha kombinálná ezeket a tekercseket, hogy amiket felveszel, az mind-mind aktív. Mert mondjuk most aktív lenne például a megnövelt muníciókapacitás, és még a megnövelt védelem. Mondjuk nem a legerősebb fegyver. Gyere le! Én jöjjek föl? Egyébként itt van már a lépcső a második szinthez. Akkor én jövök föl. Igen, ezt is újra kell tölteni. Csüssz. Muníció! Ez az. Szóval nem tudom miért, de... Talán ez az egyetlen játék, ami... Ami nagyon tetszik, annak ellenére, hogy nagyon sokszor meghal benne a játékos. Nem tudom miért, valami ez a játék megfogott. Tetszik valamiért. Még úgy is, hogy sokszor meghalok. Valószínűleg azért, mert ha meghalok, akkor ugye nem vesz el semmit a játék, mindened megvan, illetve hát úgy ugye tudsz fejlődni. Érdekes koncepció. De működik. Csak szerintem túl drágák a fejlesztések. Második szint. Meglátjuk, meddig jutok. Ja, igazából most mehetünk. Halló? Oh! Au! Lőszar! Ciao! Nem. Jaj! Ciao! Alter! Ernsthaft? Nem igaz. Mindenhol ott vannak ezek a kis izék. Ciao. Ezt nem kellett volna elnyomni.
Véletlen nyomtam el az aktívot. Nem baj, úgyis feltöltődik, nem, vagyis mondhatni nem kerül semmibe. De, várjál, de párhuzamosan aktívak a teker, csak most látom, még mindig meg van növelve a muníció kapacitás. Jaj, hát ez nagyon jó így. Hát ez így, ó, igen. Ó, igen, ez az. Most látom, hogy meg van növelve a kapacitás, mert ugye alapból itt 5/25-ig mehetne a szemesoti, és ugye a dinamit az legfeljebb 10 lehet, ne? De így... Így már azért mindjárt más a téma. Innen jöttünk, ugye? Azt hiszem... Uha! Juhics! Uncsösz! Alta! Karcolás nélkül! Ó, ez azért... Olyan jó sikerélményt ad. Hello? Jaj, a lézeres formádat már... Onchus! Got another one! Juhics! Van egy ötletem. Ez... Ja, hogy a Tesla fegyvernek a projectilje átpattan egyik ellenfélről a másikra, és több ellenfelet meg tud rázni. De ez a fegyver sokkal jobb, mint amire számítottam. Oké. Ez így már mindjárt más. Oké. Not bad. Kap be! Wow. Javal! Éhány, és még mindig az újratöltés is még mindig gyorsabb. Zseniális. Oh. Ez a kezdőpont, azt hiszem. Itt, innen jövök, nem? Vagy nem? Nem, innen jövök. Hé? Warte. Was ist hier los? Várja, hol nem jártam még? Itt. Itt még nem jártam. Oh. Itt van egy láda. Elméletileg. Mármint... Lent? Ó! Igen?
Okay. Blutiges Upgrade erhöht maximale Gesundheit um 30%. Az életerőmet megnöveli 30%, és párhuzamosan aktív a többi tekercsel. Oda néz. Nyilván nem tölti föl, majd hogyha ügyes leszek, akkor följebb tudom növelni. 30% az majdnem az egy harmadával, az 50 nem, tehát majdnem 200-ig föl fog menni a HP-m, hogyha ügyes vagyok. Hú, de sok lépcső van itten. Várjál, de most hol a túróba vagyok? Ja, hogy... One hit killeztem az összes ellenfelet egyszerre? Ezt nem tudom, hogy hogyan, de Pacifist kiírta, hogy nem sikerült a misszió. Valószínűleg... itt az lett volna a misszió, hogy... ne ölj meg senkit. Úgy menjél itt át ezen a izén, hogy közben hagyod, hogy gyilkoljanak a izéket. Tudod mikor? Jaj! És akkor itt kaptam volna valamit? Ha ezt itt én... nem tudom. Oké. Okay. Hát itt konkrétan nincs semmi, ahogy látom. Aha. Hol nem jártam még? Azt hiszem látom. Tehát... bemegyek oda. Tehát a kezdő helyre visszamegy. Jó, persze, a jobb oldalon ír, és hogy milyen tekercsöket vettem föl. Ha most látom. Tehát... jobb felül, a fegyverek alatt vannak az ikonok. Nem is gondolom, hogy azt jelzi. Igen. Azt jelzi. Na, ez tök jó. Ez tök jó. Na, jó van, még tanulgatom a játékot. Mai napon kezdtem ezzel játszani életemben. Ezelőtt nem játszottam vele. Nyilván nem is volt meg. Úgyhogy, ja, hogyha megtetszett nektek ez a játék, tetszik, akkor... és ha még időben megnéztétek ezt, akkor gyorsan húzzatok be egy ingyen példány GOG-on. Ilyen is a GOG verzió értelemszerűen. Nem ezt akartam. Elvileg... Aha! Wow! Bum! 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 Ciao. És van még egy varázslóköcsög, ugye? Ott. Ja. Kap be.
Azaz! Életet ez sem dobott. Sajnos most 150-ről lemez 122-re. Pedig ugye még meg is növeltem az életerő kapacitásomat, de most kicsit elszúrtam. Oda néz. A pálya dizájn néhány helyen azért igencsak jól néz ki szerintem. Ha. Bárcsak minden fejlesztő ilyen gyönyörűen optimalizálná a játékait, mint ez a csapat. Annyira gyönyörűen fut. Aha, a másik. Azért ez a... Szerintem ez a pálya nem néz ki rosszul. Úgyhogy ömlik ez a zöld trutyi ezekből az akármikből. One hit killeztem! Takarodjatok innen! Ez nem jó. Ez... Anyád! Hogy vett le ennyi HP-t? Azért csókolom. Hát azért na! Hát nehogy már! Azért ez kicsit túlzásnak érzem. Elég durva mennyiségű HP-t vett le. Akvász! Na jó! Ez... Na ezt még nem kaptam meg soha eddig. Ez... Hol vagytok kis rohadékok? Messze! Messze! Aha, egyetlen lövés kell. Akár 47-es! Most először kaptam ilyet a játékban. Az úgy... Nem rossz az újratöltés. Ez a fegyver nagyon pontos. Jó, ez az új kedvenc fegyom. Ez veszett jó ez a fegyver. Muníció! 137! De jó! Jöjj csak ide! Ne arra menj, másik irányba! Nézd az újratöltést! Gyere csak, ez az! Gyere csak! Muníció! Ez az! Majdnem 140. És nézd, mennyi pénzem van! Látod? Ez a kör most nagyon jól megy. Nem akarom elkiabálni. Lehet, hogy mindjárt meghalok, de attól függetlenül... Igen, már csak a fél életem maradt, már annyi sincs. Nyárat. Utolsó béka, nem hiszem el. Ezen nagyon szemétterem volt, de több élettel megyek ki, mint amennyivel bejöttem. Menjek le? Itt már voltam.
Igen, itt is voltam. Akkor szerintem az nyílt ki, ugye? Igen. Ez itt. Nem, itt is. Igen, itt voltak a békák. Ó! Azt hiszem, látom. Igen, de csak akkor pontos ez a fegyver, hogyha lassan lő vele az ember. Ez kösz szépen. Mi ez a sok kretyó itten? Ach du heilige. Ez mi? Megnöveli a gyorsaságomat. Úristen. Úristen. És tényleg. Ach du heilige. Ha, mi van mi? Még egy új fegyver. Ez mi? Ez nem tudom micsoda, de kipróbáljuk. Mi ez valami egyéni Desert Eagle? Ez mocsok erősnek tűnik. Lehet, hogy egy kicsit pazarlásabból. Ez az. Uncsüssz! Aha, mind a kettő kinyílt. Hú. Nem rosszak az újratöltési animációk sem. Hát ez one hit killeztem! Látod, mennyit számítanak a fejlesztések meg a jobb fegyverek? Ég és föld most. Különbségek az első próbálkozáshoz képest. Mennyivel jobban megy. Ennyi. Karcolás nélkül teljesítem a különböző termeket. 1857 pénz, na abból már jó néhány fejlesztést fogunk tudni venni. Ciao. Ciao.
felejtsd el. Lézeres! Láttam, valahol lent van. Ott! Azta! Van még egy. Várjál, metamorfózis. Édes usz, hát eine kleine chance, den Gegner in einen Hund zu verwandeln. Tehát minden egyes találatnak van egy aprócska esélye arra, hogy a ellenfelet átváltoztatja csirkévé. Jó. Várja, hogy megyek? Ja. Hol a másik? Van ahol... Valahol még van valaki. Jó, hát nem bántalálva, tényleg, odani, látod? Egy pillanatra elfelejtettem, reflexzerűen. GOG Achievement, Immortal Redneck. Why? Kill a chicken. Mármint a Steam Achievement... Hát ez... Igen, ezek a tekercsek, amilyen plusz izét ad. Plusz képesség. Ah, oda kell bemenni, és csak ott a lépcső, ott. Főleg ez a képesség, hogy lehet sétálni láván, ez piszok jó. Rengeteg hasznos képesség van a tekercseknél. És nekem mondom, baromira tetszik, hogy mindegyik passzív. Nem kell azzal foglalkozni, akkor most melyiket kell beaktiváljam? Most melyik lenne jó nekem? Tökömet, legyen az összes aktív és kész. Ne kelljen ezzel szarakodni. Úgyhogy maximálisan a lehető legjobb döntést hozták a fejlesztők. Harmadik szint! I'm staying for the slaying. Let's dance, partner. Az ellenfelek életerei 25%-kal magasabb, és a támadásaik 40%-kal magasabbak. De nekem is vannak erős fegyvereim, igaz? Na lehet, hogy most meg fogok halni, de attól függetlenül... Nül! És tényleg... Fönn valaki hülyéskedik. Aha. Hát csökken a... az életerőm. Adjál! Igen, jóval többet kibírnak most az ellenfelek. Sokkal többet kibírnak. De azért kettő... robbanószernek már nem... Lézeres is van. Most már tudom, hogy hol vannak.
Jó. Nem tudom, hogy innen jöttem el, fogalmam sincs. Nem, nem innen, oké. Hüha! Hüha! Oh, élet! Oh. 23 HP. Valamiért a hármas szintnél sosem jutok tovább. Sosem, mert... Hát... de sokat még nem játszottam mondjuk vele. Valahogy... valahogy vissza kéne jutni föl, nem? Ja, innen nem lehet tovább menni. Egy kicsit visszább kell keresni a továbbhaladási utat. Pocs. Itt nem. Várjál már, itt elvileg van valami he. Aha! Ach, was! Crossbow machine gun. Na jó, ez is új. Szép alkát itt kell hagyni. Nem baj, legalább talán ki tudok próbálni egy új fegyvert, mielőtt meghalok. Gyors, keressünk még egy termet, ahol még nem jártam. Pocs! Várjál, nem innen jövök, de innen jövök, akkor... Ez... Fáraó, könnyed ezt átne Egyiptom. Ez első boss? De jó, nem tudlak sebezni, hát ezt köszönöm szépen. Nem tudom sebezni, milyen műsor ez? Nézd oda! Nem mint a 23 HP-vel olyan hűde sok esélyem lenne. De azért... Lehet azt a gömböt kellett volna? De érdekes, hogy itt boss van, pedig nem jutottam el a piramis tetejére. Érdekes. Hát igen, ilyenkor az alapfegyvereket kapjuk vissza, viszont ugye a pénz az továbbra is ott van. Illetve a képességek ugye továbbra is megvannak. 2700 pénz az azért szerintem nem olyan rossz. Hmm.
Hát mondjuk fel tidingunk sem lenne rossz. Mert ugye ritkán kapunk életet. 1, 2, 3, 4. Na, most a védekezésre meg az életre pakoltam. 210, beszere munición. Itt ide is, hogy a kis nyilacska jelző, melyeket lehet megvenni. Ja. No, hát kedves emberek, kicsit hosszú lett a videó, bocs miatta, remélem nem nagy gond. De nagyon-nagyon be tud szippantani az a játék, nekem tetszik. És ha nektek is tetszett, akkor nyomj egy lájkot, illetve kíváncsi vagyok, hogy ti már próbáltátok-e, vagy ezek után ki akarjátok próbálni. Hogyha megtetszett, akkor én ezt a videót minél hamarabb megpróbálom kihozni YouTube-ra, de mert most péntek késő este van, hát nem biztos, hogy szombaton el fog készülni. Mert én ezt még ma este megpróbálom feltölteni, de nem tudom, hogy a YouTube milyen gyorsan fogja feldolgozni. Mindenesetre, amint feldolgozta, ezt ki fogom rakni, annak érdekében, hogy ha esetleg valaki nem megtetszett, az még be tudjon húzni egy ingyen példány Gogon. És igazából az FPS rajongóknak bátran ajánlom, mert ez nagyon-nagyon érdekes gameplay design szerintem. Teljesen jó. Szerintem elég egyedi. Az igaz, hogy veszett nehéz, nagyon-nagyon nehéz, mármint illetve hát meglehetősen nagyon-nagyon szemét a gameplay design abban a szempontból, hogy most eljutottam az első nagy bossig, és hát nyilván 23 HP valami semmire nem elég, és hát nyilván azonnal meghaltam kb, és hát kezdtem az egészet előről, ugye. Megint mire oda eljutok, hát ki tudja meddig fog tartani. Na minden esetre, ha szeretnétek ebből további videókat, akkor azt így jelenzétek komment formájában, mert nem tudom, hogy ilyen jellegű FPS-re van-e néző igény, fogalmam sincs, hogy nektek ez mennyire tetszik. Nekem bejön, úgyhogy ja, FPS rajongóknak bátran ajánlom. Mondom, technikai szempontból zseniális, példaértékű. Milyen szépen fut. Meg szerintem a gameplay is tök jó. Mondom, engem nagyon könnyen beszimpantott. Így hip-hop elment ez a szűk két óra. Észre se vettem, és már két órán járunk. Úgyhogy ja, nekem tetszik. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!